A magyar történelem furcsa számmisztikájának köszönhetően 48 után 100 évvel, vagy majdnem 100 évvel kerül sor egy újabb alkotmányos fordulatra, nem mint hogyha a két időpont között elhanyagolható események történtek volna, de ahogy elhangzott korábban is, az első írott címében is az alkotmány szót viselő alaptörvény 1949-ben születik Magyarországnak. Ennek körülményeiről és tartalmáról pedig Gyarmati Györgyöt kérem, hogy tartsa meg előadását. Az, amit nekem el kéne mondani, azt kifejezi-e ez a két szó, hogy alkotmány és diktatúra, mert igazából a két fogalom külön-külön egymásra vonatkoztatva is egyaránt értelmezhető, csak hogy itt valahol, ha úgy tetszik, már magát azt is ki lehetne fejezni, hogy ez egy oktrojált alkotmány volt, akár abban az értelemben, ahogy azt a Hermann Robert itt használta a múlt század közötti viszonyokra, csak aztán abban maradtunk, ha már alkotmányozunk, ugye, a jogászok majd cáfolják, vagy megerősítik, de azért a jogi karon eltöltött 25 éven hallottam én azt a legendát, ugye, hogy Napóleonnak az volt a véleménye, hogy alkotmány az legyen rövid és homályos. Bocsánat, már pedig egy cím legyen rövid és homályos, csak erre akartam utalni, mert így azt mondd el, nagyobb a szabadság foka az előadónak, hogy azt rakja bele, amit ő beleért vagy elmondandónak gondol. Ennyit lezárásról, és annyiban mégiscsak, ugye, Thomas Manntól tudjuk, hogy sose az elején kezdődnek a történetek, nem 1949-el kezdenék, mert annak is van egy icipici előzménye. Azt hiszem, körülbelül ezen a helyen állt, vagy egy másfél órával ezelőtt még Pacolai Péter elnök úr, aki tette egy nagyon fontos kijelentést, tisztelettel jelentem, Luttalpas mezei történészekként nem nagyon szoktunk kitérni arra a Horthy-kortak tárgyalása kapcsán, hogy az bizony, hogy rangzott el közjogi provizórium korszaka alkotmányossági szempontból. Ugye Eckart-Kaluzsiban lemondatta, a korabeli törvényhozás feloszlatta magát, értelemszerűen, ahogy történetileg itt használtak, vannak a két világháború között 20-ban, 23-ban, 26-ban, azt mondanám, alkotmányosság vagy sarkalatos törvényfogalmazások, és így befejezem, mert akkor itt kellene tenni egy kitérőt a Horthy korszakra, ami ilyen értelemben nem fér bele az egy napunkba, bizonyos mértékig hiányzik ebből a struktúrából, de a lényeg, hogy ehhez képest valahol igen sajátos körülmények között a kérdés most így fogalmazódik meg számomra, hogy tulajdonképpen az 1946. évi egyes törvény a történeti alkotmány folytatása, ha úgy tetszik, ennek egy utolsó megnyilatkozása, mert a Horthy korszak közjogi interregnumához képest az 1946/1-essel most igazából 90 után kezdem azt látogatni, úgy hívünk, amit a lengyelek olyan szívesen szeretnek használni 18 után és 45, hogy van egy kis alkotmányunk. Hogy a 46/1-esre használni szokták az úgynevezett kis alkotmányformulát is. A elmúlt hetekben is három cikket ilyet láttam. Tehát ez az egyik kérdésem, vagy a másik kérdésem az, ja, bocsánat, hogy ez a kis alkotmány vajon nem-e a kartális alkotmányunk, ez a 46/1-es, amelyik államformát változtat, egy gyökeresen, ha úgy tetszik, ez egyértelműen deklaratív. Nem volt nehéz, bocsánat, a királyság már valamikor 1919, de még inkább 21 óta már egy fiktív királyság, Horthy már egy király nélküli királyságban uralkodott.
Tehát a lényeg az, én nem tudom eldönteni, majd ezt a következő alkotmányjogi tankönyvben megírjátok, a mostaniban nem találtam ezt a dilemmát leírva, de hogy ez a történelmi alkotmányunknak egy utolsó, ha úgy tetszik, megnyilvánulása, vagy a kartális alkotmánynak, ha úgy tetszik, az első ilyen értelmű megjelenése, mert benne foglaltatik a köztársasági, azt mondanám közjogi és állampolgári szabadságjogoknak a legalapvetőbb deklarálása. Mindjárt eljutok 48-ig, vagy 49-ig, de még mindig 1946-hoz állandó dilemmám van azzal a kérdéssel, hogy csak néhány hónapot ugrunk 1946-ban, hogy miközben ebben a 46/1-es törvényben a köztársasági kiáltásával, a köztársasági elnök megnevezésével és hatáskörének körülírásával és a szabadságjogokkal, ha úgy tetszik, alkotmányos törvényt hoztam létre, az 1946/7-es törvény a köztársaság büntetőjogok védelméből, a néhány hónappal később azonnal ezekből vesz vissza, vagy ha úgy, bocsánat, itt maradom, visszakozik, tehát, hogy ezt hogyan tudom én beépíteni a magyar alkotmányosság, ha úgy tetszik, történeti folyamatába. És ehhez képest ugrok most már át, azért mondom, hogy ugrok át, mert nem említettem a 46/7-es mellett, mert közben az úgynevezett felhatalmazás és rendeleti kormányzás történne. Tulajdonképpen már a következő 2-3 évre újra olyan alkotmányos, ha úgy tetszik, visszafogásokat, alkotmányos rekonstrukciót, alkotmányos megszorításokkal élem az állam életét. Magyarán azt mondanám, hogy tényleg egy pillanati felvillanás ez a kis alkotmány, mert azonnal elkezdem visszavonni, és politikatörténet kimarad. Ehhez képest ugrunk elő 1949-re, amelynek amikor az 1949. augusztus 18-án elfogadott, 20-án érvényben lépett, és a sok-sok történelemkönyv azonnali korrigálására és tanulmányok korrigálására, és majd csak egy év múlva augusztus 20-át egy újabb törvényben az alkotmány napjának nyilvánító, ez csak 50-ben születik meg az a törvény, ami értelemszerűen, ahogy tetszik a Szent István napi augusztus 20-a, vagy az augusztus 20-a, addig itt tradicionális Szent István napi, ahogy tetszik, társadalmi ünnepeket, kapcsolódva az űrkenyér ünnepel, próbálta, ha úgy tetszik, a korszak, és az ehhez kapcsolódó egyházi szertartásokat próbálta háttérbe szorítani, de ez majd csak 1949. augusztus 18-án valóban elfogadtatott, és 20-án valóban érvénybe léptetett Magyarországon az úgynevezett, ha innen volt, az első kartális alkotmány, hanem abban az értelemben kartális, hogyha egyszer majd eldönthetjük, hogy ebben a sorban mit jelent 1946/1. Másik, innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy akkor, amikor erről az 1949. évi 20-as törvényről egyértelmű konszenzust találok, az irodalom abban, és magam is úgy gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy deklaratív törvény, egyúttal legitimáló törvény, ha úgy tetszik az adott berendezkedés, legitimáló törvény, az teljesen világos. Ezen belül viszont vannak újabb mozzanatok, és ez az újabb mozzanatok már, ha úgy tetszik, egy alkotmányban minek kell benne lenni, és mi hiányzik belőle tartalmi kérdéseket jelenti, mert igazából miközben deklaráltatnak ebben is definitíve,
ha úgy tetszik, emberjogi, alkotmányjogi, szabadságjogi, vallásszabadság, sehol nem jelennek meg. Az időnként az alkotmánynak, ennek azt mondanám a garanciális vagy biztosíték elemeit, viszont már messze nem fogalmazzák be. Az előbbi példaként ezt kénytelen vagyok idézni, egy mondat az egész, amikor azt mondtam, hogy legitimáló karakterű, vagy legitimáló célzatú, ugye, amiatt, mert a preambulum deklarálja, idézek, a Szovjetunióra támaszkodva, Magyarország megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását, és országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. Ebben, ha úgy tetszik, vagy számomra legalábbis a deklaratív tartalom egyértelműen benne van, és még az is rendben van, hogyha úgy tetszik az ilyen típusú politikai kinyilatkoztatás, igenis a preambulumba beleilleszthető, ugyanakkor, és ez már tartalmi kérdés, semmilyen formában, majd 72-ig most nem megyek el, mert most csak a 49-es alkotmányról talán lesz időm befejezni a mondandómat. Semmilyen, azt mondanám, a politikai berendezkedés jellegéről. Nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy magáról az egypártrendszerről, amit éppen ekkor vezetnek be, ha úgy tetszik, teljes mértékben hiányzik. Maga a párt, meg végignéztem, maga a párt fogalma, bármilyen összefüggésben, nem csak itt a bevezetendő egypárt, nincs az 1949-es alkotmányban. Egy egészen furcsa helyen, a 8. fejezetben az állampolgárok jogai és kötelezettségei címen viszont azt olvashatjuk, hogy idézem, az állami és társadalmi tevékenység vezető ereje a népi demokratikus egységre támaszkodó és élcsapata által irányított munkásosztály. Erre meg azt mondom, hogy ez nem tudom, hogy mennyire kodifikációs államjogi vagy jogi fogalom, mert ez kifejezetten, ugyanazt mondhatnám, mint az előbb, ez politikai deklaráció, csak hogy nem a preambulumban, hanem egy tételes cikkely, artikulus helyén, és ezt viszont csak értelmezve tudom megmagyarázni, két okból. Az egyik ok, hogy itt nem tudok kitérni a politika történeti vagy eszme történeti mozzanatra, abban az értelemben, hogy épp ugyanezben az évben, 1949-ben, már az előzőnél is, népi demokrácia útján szociális, népi demokrácia egységet támaszkodó élcsapat, épp ebben az évben alakult át Sztálin nép nyomására, illetve a kommunista pártok ideológusainak moszkvai értekezletét követően a népi demokrácia fogalom tartalmában történik egy változás, csak a végeredményt mondom. Innentől kezdve a népi demokrácia fogalmát azt mondanám, mint az éppen kiépülőben lévő kelet-európai államok számára a proletár diktatúra funkcióját betöltő politikai rendszer nevesítik, és ugyancsak ez, hogy nem csak politika történetes idő, de azt mondanám már, hogy szorosabb párttörténeti tanulmányokat kellene ahhoz folytatni, amit manapság már nem kell az ifjúságnak, miszerint az a formula már a múlt század közepétől, ugye, hogy a munkásosztály élcsapatának magát kizárólagosan a kommunista párt tartotta. Tehát, ha úgy tetszik, rejtőzködve, én értemben az MDP nem csak országkormányzó státusát, hanem annak egyedüli, ahogy tetszik, kizárólagos kompetenciáját is megfogalmazza ebben a tételben. Ez tehát egyúttal, ha tetszik, deklarálja a kommunista egyeduralmat. Kérdés viszont,
erre majd megint visszatérhetünk, hogy miközben ugyanekkor már ebben a törvényben nem, de jelölik, de ugyanekkor 1949, alig 3 hónappal korábban, már szintén, ahogy ezt nevezni szoktuk, zárt, egylistás szavazati rendszer lépett életbe, tehát azt mondanám, nincs szerveződési szabadság, politikai vélemény megnyilvánítási szabadság, és másodikként, amiről erről nem beszéltem, most eszembe megint, az előbb azt mondtam, hogy rejtőzködve megfogalmazza a kommunista párt az egyeturalom igényét, rejtőzködve megfogalmazza egy másik tételben. Miközben az egyes paragrafusokban még leírva találom, azt mondom, szerkezetileg leírva találom a különböző hatalmi ágak megnevezését. Innentől kezdve Rákosi Mátyás a május, augusztus 17-i, azt mondanám, törvény, 20. törvény előterjesztésében definitíve tagadja meg, és kijelentő módban használják, megint a jogászok tudják, állítólag a kodokfitárok mindig azt mondják, hogy a kijelentő mód a leghangsúlyosabb, miszerint megvalósult az államhatalom egysége, tehát tagadom a Montesquieu-i hatalommegosztás elvét, ehhez képest szerkezetileg még megtalálom benne, és teljesen egyértelműen így fogalmazódik és használódik a továbbiakban. Tehát újra mondom, az 1949-es alkotmány, itt mondtam, diktatúra és alkotmány, végül is kifejezi az alkotmány, kifejezi, ha ezt rejtőzködve teszi is, a diktatúrikus rendszerváltást, így viszont a zárt szavazásos rendszer, a hiányzó hatalommegosztás és az egypártrendszer gyakorlatilag deklarálásával azt mondanám, hogy az alkotmányos szabadságjogok, amelyek, ha hamarabb nem tekintem, azért mondom, mert azt mondom, hogy 46-tal áll végre, mondjuk a közjogi provizórium után Magyarországon, függetlenül attól, hogy Viva akkor azt mondta, hogy jó, de ennek ki kellene teljesednie egy alkotmányozó nemzetgyűlésben. Ebből 45 után csak a nemzetgyűlés kategóriája maradt meg, az alkotmányozás nem maradt meg. Ebben az értelemben itt megint csak bibói kategóriát használva azt mondanám, az alkotmányjogi kategóriák látszatszerűsége, rendszeresen használja ugyanabban az előadásban, bocsánat, amit a Pacolai emlegetett, igen, Pacolai Péter emlegetett, másik helyen a Szegedien, az alkotmányos elemek és garanciáknak a látszatszerűségét találom már csak meg az 1949-es alkotmányban. Mármint nem befejezem, lezárom, igazából ezt a részt két, ha tetszik a további működés szempontjából, két mozzanatra kívánok utalni. Mit jelent az 1949-es alkotmányban az addigi egyszemélyes államfői jogkör eltörlése és az úgynevezett NET, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa fogalom, illetve intézmény bevezetése, és ennek milyen következményei vannak. A dolog az teljesen egyszerű, hozzáteszem, kollektív államfői testület, ugyancsak épp a 46-1-es törvényünk előtt, 1945-ben Magyarországon Nemzeti Főtanács címen már létezett kollektív államfői testület, megint csak egy visszautalás itt a II. Világháborúra. A dolognak a lényege viszont az, rendszeresen olvasunk megint csak ide vissza, hogy kérem szépen, igen, a úgynevezett elnöki tanács elnöke funkció, nevesítve, mert politika történetből jobban tudjuk, ugye, egy gyorsan eltüntetett Szakasics Árpád, egy Doboj István, egy Losonci Pál, bocsánat, közben volt még egy Rónai Sándor, egy elnézést,
jelentéktelen funkció volt a népköztársaság elnöki tanácsának elnöke státus. És azt meglehetősen gyakran szoktuk ehhez hozzá, de magyar ennek az államfői hatalomnak nincs jelentősége, van, csak a másik intézményben. A népköztársaság elnöki tanácsa, vagy rövidebb, az elnöki tanácsnak. Az elnöki tanácsnak ugyanis nem, hogy a korábbi köztársasági elnöki funkcióhoz képes, hanem megint csak megfogalmazódik már a parlamentben. Az elnöki az elnöki tanácsnak a parlament ülésezésének szüneteiben a magyar országgyűlést helyettesítő jogköre van, és a két ülés között hozott, és a parlament két ülése között hozott ciklusban az ő úgynevezett elnöki tanács rendeletei törvényerejű rendeletek. Na most, hogy ez meddig terjed, ez a fogalom, igazából ennek a terjedelme mutat majd számunkra, terjedelme és működése, vagy meghazatalá és érvénybe léptetési rendje, a dolog arról szól, hogy 1949-ben még, figyelem magam, nem hoztam el az ábrámat, mármint hogy kivetítsem. 1949-ben, ne felejtsük, ugye augusztus 18-a a törvény, előtte már születik 20 törvényünk, bocsánat, ez a 20-as, évvégéig majd hozunk összesen 29 törvény, ugyanebben az évben, tehát augusztus 21-től kezdően már születik 21 törvényerejű rendelet, vagy net rendelet is. Nézzük meg a következő éveket. 1951-ben 4 törvény, puskárdom kell, 48 törvényerejű rendelet. 1952-ben azt hiszem a 4 törvény maradt, 6 törvény, 26 rendelet. 1954-ben 11 törvény, 33 rendelet. Ehhez mindig erre már nem lesz idő, politika történeti fordulatokat kéne kapcsolnom. 1955-ben le fogok térni, amikor az úgynevezett resztalinizációs fordulatról beszélünk, Rákosi akkor rúgja ki Nagy Imrét, illetve Moszkva akkor rúgja ki Nagy Imrét, és próbál egy resztalinizáló berendezkedést újraépíteni, vagy megerősíteni, 4 törvényhez képes 39 kilencszerese a törvényerejű rendeleteknek a száma. Ez még mindig csak játszadozás. A dolog onnantól kezdve kezdődik, hogy hogyan születnek ezek a törvények. Általánosan, természetesen úgy, hogy a minisztertanács átír, meghozzák az előterjesztés, hogy kérem szépen, nem ülésedik a parlament, tessék már hozni ebben a tárgykörben egy elnöki tanácsi törvényerejű rendeletet. Az esetek nagy részében ez korabeli és kommunista pártvezetők írják le, akik egyúttal az elnöki tanácsban is tagok voltak. Révai József rendszeresen panaszkodik. Azt köszönöm, hogy megkaptam 3 óra múlva, küldjen vissza egy 55-ös feljegyzése a NET titkárának. A szövegből nem derül ki, hogy mit írok alá, már hogy miért adom a hozzájárulásomat. Ennél már csak az volt az érdekesebb, ezek voltak az úgynevezett telefonos NET rendeletek. Rákosi Eltárs oly mértékben születte, felhívták Ortutai Gyulát telefonon, hogy ezt fogjuk most meghozni, meg kell X-en, tessék hozzájön, mi a tartalma, jó, igen. Kik mondták már ki az igen? X, Y, Z. Innentől kezdve 6 óra alatt meg lehetett születtetni egy elnöki tanácsi rendelet. Innentől kezdve tessék eldönteni, hogy ez volt a csúnyább, mármint hogy bediktálta neki a titkára, vagy ez volt a csúnyább, és erre is van panaszlevelünk az elnöki tanács tagjaitól. Tartózkodjon már az elnöki tanács elnöksége attól a gyakorlattól, ez jelentette az elnököt, jelentette az elnök helyettes és a titkár, hogy a nevünkben hozza meg
és adja ki az elnöki tanácsi rendeleteket, és kollégáink kérdeznek civil munkahelyen, hogy most látom, már megint új rendeletet hoztatok, amiről nekem nincs tudomásom. Három ember hozott törvényi rendeletet, tehát lezárásként csak azt tudom mondani, hogy ezt sztálinistának vagy nem sztálinistának megint publicisztikában nagyon gyorsan előjön. Itt vannak ugyan tartalmát tekintve, meg tudom mondani. Én óvakodok ettől a sztálinista fogalomtól. Elfogadtuk 49-ben a sztálinista tartalmat. Többek, sok egyéb mellett például azért, mert amire hivatkozni szoktunk, ha jól tudom, a szovjetuniónak a 36-os alkotmánya az egy föderális alkotmány. Magyarország a büdös életben nem volt, hanem ebben az értelemben föderatív állam. Tartalmi összetevőit tekintve, amit mondtam, hogy hol burkoltan, hol nyíltabban, igenis kimondják a kommunista párt kizárólagosságát, igenis deklarálják, bár nagyon elegánsan, ha úgy tetszik, létező szabadságjogok korlátozását, ebben az értelemben, és igen, és lezárásként, harmadikként, ha akarom, azt hiszem a Barna említette, ugye, hogy itt a katolikus egyház Szent István hatalmát legitimálta. Hát amennyiben Szent István mögött egy világhatalom áll, csak akkor Róma központtal, a 49-esben berendezkedő magyar proletár diktatúra rájutatik, egy világállam állt mögötte, legitimálta és szuverenitását minimum erősen korlátozva. Jön létre Magyarországon 1949-ben a diktatúra alkotmánya, amire nincs időm, mert szerintem hozzár le ad időm, a szimbolikus politika, Patolai Péter, te is utaltál rá, az, hogy a Kossuth címet ekkor leváltja a Rákosista címet, miután ez hál' Istennek minden tankönyvben megjelenik legalább egy formában, ennek a különbségét azt hiszem, hogy minden tanár kolléga tudja, aminek nem ekkor, 56-ban lesz majd igazán nagy jelentősége. Köszönöm a figyelmet és a türelmet!